Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett ünneplő iskola, gimnázium, diákok, pedagógusok, szülők. Ünnepi tanévnyitó istentiszteletünket rövid áhítattal kezdjük, melynek éneklését, szívünknek készítését a 165. számú dicséret első versével tegyük meg. Isten szent lelkének segítségű hívásával megkezdjük a második tanévünket. Az elmúlt évben még csak találgattuk, milyen is lesz az új református gimnázium. Egy év elteltével nagyon komoly és, nem tagadom, fáradtsággal tele 9 hónap után elmondhatjuk, hogy bizony ez az iskola jó. Elégedettek a diákok, a szülők, az iskola fenntartója, és természetesen nagyon fontos, hogy elégedettek a kollégák is, akik a 182 tanítási napon tisztességgel helytálltak. Lelki és erkölcsi tekintetben is teljesítjük az önök elvárásait. Intézményvezetőként mondhatom, hogy nevelési elveinket megtartva eleget teszünk azoknak az elvárásainknak, amely szerint gyermekeik megszerzik azokat az ismereteket, amelyeken felépülhet egy becsületes, boldog és sikeres emberi élet.